Az Újvidéki Színházban tartott indiai est során pár órára a keleti országban érezhettük magunkat. Az est folyamán Bittner Meenakshi Dór előadásában Bharatanatyamot, azaz klasszikus dél-indiai táncbemutatót láthatott a közönség. Már engem lenyűgözött tulajdonképpen India. Nagyon sok mindent képzeltem és olvastam róla, de természetesen teljesen más volt a valóság. De szinte újra kell tanulni járni. Minden egy kicsit mást jelent, és amíg ezt az ember nem tudja, addig olyan, mint egy kisgyerek, akinek meg kell még mindent tanulnia, hogy mi mit jelent az emberek világában, és az indiai emberek világában minden egy kicsit mást jelent, vagy nagyon mást jelent, mint itt Európában. A táncbemutató után levetítették Tóth Tamás Guru című 2010-es dokumentum játékfilmjét. Valójában nekünk az volt a célunk, hogy egy saját gondolatot mondjunk el India segítségével. Tehát nem kifejezetten Indiáról szóló dokumentumfilm ez, hanem mi egy általános érvényű gondolatot, az önmegismerés fontosságát és az önön céloknak a felismerését próbáltuk elmondani, ennek a fontosságáról beszélni. Az est házigazdája Leveles Zoltán segített a közönségnek eligazodni India világában, valamint bemutatták Juhász Balázs fotóművész és Leveles Zoltán hindu szerzetes Álmom India című könyvét. Életem felét körülbelül az utóbbi években Indiában töltöm, és hát ami megfogja az embert Indiában, ez egy olyan dolog, amit nehéz körülírni röviden legalábbis, de ha egész röviden kell az embernek megfogalmazni, akkor valami olyasmit mondanék, hogy ez olyan, mint egy szerelem. A bemutató után a szerzők közönség találkozó keretében felidézték indiai munkáik legizgalmasabb történeteit.